A katolikus egyház főbűnöpei közé tartozik az eukarisztia ünnepe, az Úr testének és vérének emlékünnepe, amely mögött szintén valamilyen titok lappang. Mi ez a titok? Miről van szó? Úgy is mondhatnám, hogy az Isten ember szeretetének az ünnepe, a szeretet leleményességét ünnepeljük. Tapasztaljuk, hogy a bűn miatt az ember nagyon sok kárt tud tenni önmagában és környezetében. Az Isten meg akarta menteni az embert. Nem akarta, hogy a legfőbb értéket, őt, az Istent ki tudjuk iktatni az életünkből. Mégis megpróbáljuk. Az oltári szentségben itt hagyja magát Jézus, azért, hogy a lélek számára táplálékként, kenyér és bor formájában őt, az Istent kaphassuk meg. Az oltári szentség táplál, erősít. Olyan, mint a test számára az élelem. Amikor eljövünk a Szent Misére, akkor a lelkünket szeretnénk ezzel a táplálékkal erősíteni, és azt kérjük, hogy Jézus formálhasson bennünket Krisztusi emberré. Ez a test. És a vér. Jézus előtt is volt már húsvét, amikor az Egyiptomból való megszabadulást ünnepelte a zsidóság. Azt, hogy az áldozati bárány vérével megjelölt házban az Úr angyala nem pusztított, hanem mindenkit megmentett. Az utolsó vacsorán, amikor Jézus apostolaival megünnepli ezt a kivonulást, a szokás szerint felteszi a legfiatalabb apostol a kérdést, mitől más ez a mai este, mint a többi? És ebben rejlik a titok. Jézus nem szavakkal válaszol, hanem az életével. Azt mutatja be, hogy ő a bárány, és az ő vére, ami megment bennünket. Eljövünk a Szent Misére, kérjük és elfogadjuk az alakító, formáló táplálékot, és elfogadjuk az áldozati vért, azt, hogy mi megmenthetők legyünk. Miben is áll ez a megmentésünk? Amikor a szent áldozáshoz hív bennünket Jézus, ugyanaz hangzik el, mint ami a földi életünk végén majd az ítéleten, mondd, neked adhatom-e magamat? Neked ajándékozhatom-e az örök boldogságomat? És most mi ebben az oltári szentség vételében elfogadjuk a fölkínált üdvösséget, amire majd azt akarjuk mondani, hogy igen, én kérem, arra most lehetőségem van azt mondani, már elfogadom. Sajnos nagyon sokan úgy gondolják, hogy elég egyszer-egyszer magukhoz venni az erősítő, alakító, védő, megmentő isteni szeretetet. Pedig nem. Igaz, Péter apostol életében is volt egy olyan perc, amikor azt hitte, hogy elég önmagára támaszkodnia. És a következő pillanatokban megtapasztalja, hogy ez csak ahhoz elég, hogy az ember süllyedjen. De ez a süllyedés elég volt ahhoz, hogy azonnal kimondja a segélykérést, Uram, ments meg! Aki pillanatilag most úgy gondolja, hogy önmaga elég az életben maradáshoz, pillanatilag még a vesztes térfélen játszik. De nagyon nagy kegyelem mindegyikünk életében, amikor fölismerjük azt, hogy szükségünk van az Istenre, hogy én önmagamnak kevés vagyok. Nagyon nagy kegyelem, amikor ki tudom mondani, Uram, igaz, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, de én mégis azért, mert te biztatsz, bátorítasz, azt kérem, hogy gyere, én elfogadlak, én kérlek, hogy erősíts, kérlek, hogy gyógyíts meg, hogy add magadat nekem, és legyél az életemben és a másik ember életében a szeretetnek a foglalata, és kös össze bennünket ezzel a szeretettel. És hogyha ez megtörténik a szent áldozás révén, akkor emberibb lesz a világ. Szó szerint így mondom, pedig az Isten él bennem, de ha az Isten bennem élhet, én egyre inkább azzá lehetek, akinek ő akar engem, és ezáltal lehet emberibbé. Olyan krisztusi arculatúvá ez a világ, amilyenek az Isten szeretné. Jézus szól az oltári szentségről az eukarisztikus beszédben,
És elmondja, hogy ez az életben maradásunknak a feltétele. Azt mondja, hogy aki nem eszi az emberfia testét, és nem issza az ő vérét, abban nem lesz élet. És folytatja, aki pedig eszi az emberfia testét, és issza az ő vérét, abban örök élet van. Tehát nem majdani időről beszél, hanem arról, hogy amit oda tud nekem adni, az már a jelenben történik. És ezért fontos, hogy a Szentmisém ne csak nézőként legyek jelen, hanem magamhoz vegyem őt. És így az örökké valóságnak a záloga már az én életemben megjelenhessen. De arról talán nem beszélt Jézus, hogy milyen rendszerességgel, hogy minden héten a Szentmisében történjen meg ez. Valóban. De minden vasárnap elmegyünk a Szentmisére, hogy a feltámadt Krisztust ünnepeljük. Feltámadásról, életről pedig akkor beszélhetünk, hogyha valami következetes és folyamatos. Ahol kimaradások vannak, ott valami, egy egység megszakadt. Ezt a megszakadást pedig halálnak nevezzük. Ezért ahhoz, hogy egyre inkább teljessé legyen bennem az élet, és kiteljesedhessen bennem Jézus Krisztus, szükséges, hogy minden alkalmat megragadjak, hogy ő egyre inkább átépítsen engem, és önmagává alakítson. Nagyon érdekes, hogy amíg a földi táplálék az ember szervezetébe jutva átalakul és belém épül, a szent áldozásnál fordítva történik, amikor én Krisztussal találkozom, én alakulok át ő beléje. Mióta ünnepli meg a katolikus egyház Úrnapját? Hogyan alakult ki ez az ünnepkör? Az egész történelemre jellemző, hogy az ember nagyon könnyen eltér az igazságtól, és kész az értékeket kivetni az életéből. 2000 éves egyháztörténetünk során valóban fölmerültek kérdőjelek az oltári szentség imádásával kapcsolatosan. Mondhatnám keményebben is, hogy eretnek tanítások alakultak, és egy ilyen kapcsán a 13. században vezették be, hogy az oltári szentségben jelenlévő élő Jézus Krisztust a katolikus egyházban megünnepeljük. Sőt, körmenetben kivisszük az emberek közé, a lakóházak közé, mint egy meghirdetve hitünket, tanúságot téve arról, hogy leborulva imádjuk az élő Istent benne. Sajnos a történelemben néhányszor úgy alakult, hogy egyéni elképzeléseket fogalmaztak meg az eukarisztiával kapcsolatosan, illetve más felekezetű testvéreink nem a valóságos jelenlétet, mint inkább egy emlékezést állítanak központba, és így veszik magukhoz az emlékezésnek az ételét. A katolikus egyházunkban, ahol az apostoli jogfolytonosság kapcsán minden fölszentelt pap a Szentmisében Jézus biztatására átváltoztatja a kenyeret az ő testévé, a bort Krisztus vérévé, pontosabban Jézus változtatja át, tudjuk nyújtani a híveknek az élő Jézus Krisztust. Miért van szükség arra, hogy Jézus Krisztus valóságos testét és vérét adja nekünk táplálékul? A szent áldozásban, amikor ő él bennünk, és mi elindulunk a hétköznapi feladataink teljesítésére, az ő jelenléte megszenteli a mi világunkat. Tehát valóságosan személyében jön el otthonomba, munkahelyemre, és általam találkozik más emberekkel. Végső soron pedig ő bennem él, minden élethelyzetemet vállal, ameddig én vállalom őt, és mindezt azért teszi, hogy én majd ő benne élhessek örökké.